Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szlávik János, infektológus. Szép jó reggelt kívánok. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. És akkor nézzük a kötelező küröket. 5782. Hesvánhavának 29. napján vagyunk. Ma este beköszönt ránk az új hold segítségével Kiszlévhava. A polgári időszámítás szerint 2021. november 4-e van és csütörtök. Emlékezünk az 1956-os eseményekre, amikor a szovjet seregek éppen nem felszabadító módon, de visszatértek a magyar fővárosban, részleteket a nap folyamán. És akkor nézzük. A bankok középárfolyama 3,58,99 az euró, míg az angol font 4,22,86. A várható időjárás nagyon jó az influenzának és mindenféle kórokozó bacinak és rokonainak, hisz 8 és 17 fok között várható. Vegyenek olyan cipőt, amiben nem csúsznak el, hisz az eső is esik. Figyeljenek oda főleg a fiatalok, illetve a gyerekek és a szépkorúak folyadékháztartására. Tessék inni, és ha lehet, akkor nem üdítő italokat, hanem egyszerű ásványvizet vagy csapvizet, az is megfelelő. Most nyissák ki az ablakot, tárják nagyra, és napi áldásnak megkapják. Most dr. Szlávik Jánost, aki elmondja, hogy a nagy kérdést, hogy lehet mindent és a mostani napokat túlélni. Nagy feladat. Nehezen. Akkor nézzük. Tegnap az izraeli megfelelő szervek jóvá hagyták az 5 és 12 éves korú fiatalok oltását, mégpedig Pfizerrel, de egy más színű Pfizerrel, más kiszerelésbe, és különleges oltópontokat nyitottak. Mi történik itt, mi nálunk? Meglepő, hiszen Izraelben véget ért a negyedik hullám, gyakorlatilag a nulla szintre csökken a fertőzések száma. Tehát látszik, hogy mennyire óvatosak ők, és mennyire előrelátóak. Tehát egy hullámot követően, amikor gyakorlatilag megszűnik az esetszám, mégis elkezdik oltani a gyermekeket. Mutatja, hogy milyen fontos az, hogy odafigyeljünk arra, hogy még több ember, akár gyerek is be legyen oltva. Tehát úgy tűnik, hogy ezt a vírust nem lehet legyőzni, csak a felnőttek oltásával, még egy olyan helyen sem, ahol nagyon magas az átoltottság. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Magyarországon is nem sokára, amint az Európai Unió jóvá hagyja, elkezdődhet a gyermekek oltása, ugye a 2 és 11 éves kor közötti gyermekekről beszélünk. Örömhír, hogy Amerikában a Sputnikkal oltottakat már beengedik, és Izraelben is egy szerződés keretében, aki Sputnikkal van beoltva, úgy szintén beengedik, sőt a turisták előtt is elképzelhető, hogy nagyon lassan megnyílnak a határok. De van negatív dolog is, az egyik főorvost a nap 24 órájában biztonsági emberek kísérgetik, és nem egy egészségügyi dolgozóról, illetve kórházvezetővel történik ez meg. Mi a helyzet mi nálunk az orvosok fenyegetettségétől, illetve az oltástagadóktól? Hát, ugye volt egy sajnálatos esemény, ahol egy bizonyos csoport úgy döntött, hogy egyes politikusokat, egészségügyi szakértőket úgymond halálra ítélt, tehát ilyen csoportok azért mindig is vannak. Tehát tudjuk, hogy az interneten terjedő oltás ellenesség, ugye az egész enyhe formától kezdve, akik ugye fölhívják arra a figyelmet, hogy ne oltasd be magad, mert különböző téveszmék miatt mérgeznek, csipet ültetnek be, terméketlenné válsz. Egészen a durva akciókig minden megtalálható. Hát igen, igazából ez az internet világa, ahol hangot adhatnak olyan emberek is maguknak, akik akár radikális módon oltás ellenesek. Magyarországon nem több az oltás ellenes, mint más helyeken, de tény az, hogy a hangjuk nagyon erős, hiszen látjuk, hogy Kelet-Európában Magyarország, Románia, Bulgária, Oroszország nagyon-nagyon alacsony az átoltottság ahhoz képest, ami most már Nyugat-Európában elérhető. Tudjuk, Portugália vezet a maga 90% fölötti átoltottságával. Úgyhogy ezek a hangok nem jók, ezek a hangok hátráltatják azt, hogy mi hatékonyan küzdjünk a járvánnyal, és ezt látjuk most.
hiszen Európában, Magyarországon a legnagyobb a vírus reprodukciós rátája. Ez azt jelenti, hogy a legnagyobb ugrás az újabb esetek számában hazánkban van. És ennek az egyik oka az oltás ellenesek. Ezt én mind értem, de mégsem értem a dolgokat, hisz azt mondom, vallástagadók nagyon szélsőségesen harcolok az oltás ellen, komoly tábora van az orvostársadalom. Azért annyira nem. Tehát amikor bejelentették, hogy az egészségügyi intézményekben nem dolgozhatnak tovább azok, akik nincsenek beoltva, akkor például a mi kórházunkban ez néhány embert jelentett. Néhány embert. Tehát egy ilyen hatalmas kórházban ez elenyésző. Én gyanítom, hogy máshol is így van. Nem állítom azt, hogy más csoportokban, vagy más munkahelyeken, vagy más típusú foglalkozásokban nem nagyobb a száma az oltástagadóknak, nyilvánvalóan nagyobb. De az egészségügyben, akik látják a betegeket, akik látják a szenvedést, látják a halált, ott nehéz elképzelni, hogy az emberek nagy számban megtagadják az oltást. Az emberek mielőtt elmennek ma bejelentkezni egy oltópontra, előtte taktikáznak, és azt mondják, hogy minél később megy el, annál tovább kitart az előző oltás. Mi ebből az igazság? Ez nem igaz. Tehát most úgy tűnik, hogy a vírussal szemben kell a harmadik oltás. És hogyha járvány van, akkor most kell a harmadik oltás, akkor nem várhatunk. Tény az, hogy korábban én is úgy gondoltam, hogy a második oltást követően hát ráérünk majd ilyen 4-5-6 hónap múlva beadatni a harmadikat. De most nem érünk rá. Tehát aki úgy gondolja, hogy szeretné a harmadik oltást felvenni, most vegye föl. Mert ma héten, jövő hónapban borzasztó sok fertőzés lesz. És ahhoz, hogy az oltás kifejtse a hatását, ahhoz azért kell 1-2 hét. Tehát hogyha én ma beoltatom magam, akkor kb. 2 hét múlva számíthatok arra, hogy most már a harmadik oltás is véd engem. Nincs időbe kell oltatni. Van-e értelme az antigén teszteknek megnézni az aktivitást, illetve hogy mennyi ellenálló van benne? Ugye az antitestekről lehet szó, nincs. Ezt azért mondom, mert mi nagyon sok olyan embert látunk, aki be van oltva, magas az antitest szintje, mégis megfertőződik. Nagyon sok olyan embert látunk, akinek alacsony az antitest szintje, és nem fertőződik meg. Akkor mi értelme nézni? Tehát ha valakinek magas, akkor megnyugszik, pedig ne nyugodjon meg, mert a harmadik oltás kell ahhoz, hogy megvédje magát biztonságosan. Ha valakinek alacsony a szintje, akkor aggódik, hogy ő megfertőződhet, pedig ez nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy ő védtelen. Tehát ez az egész antitest mérést ezt úgy, ahogy van, be kellene fejezni, be kellene magunkat oltatni úgy, ahogy azt kell. És így meg tudjuk magunkat védeni. Lásd Portugália, ahol 92%-os az átoltottság, és vége a járványnak mindenféle antitest mérésektől függetlenül. Na most itt van egy újabb járvány, az influenza járvány. Mennyire ajánlott a két oltást egy időben beadni? Az egy idő az nem annyira fontos, de beadatni az oltást az nagyon ajánlott. Úgy tűnik, hogy a idei járvány, már ha lesz, ez különbözni fog a korábbiaktól. Ugye a tavalyitól mindenképpen, mert tavaly egyáltalán nem volt influenza járvány, de különbözni fog a 2 évvel ezelőttitől. És a tudomány azt mondja, hogy ha különböznek a vírusok, akkor nagyobb járvány lesz. És jelenleg úgy tűnik, hogy 2 alkotó részében is meg kellett változtatni az oltóanyagot, mert annyit változott az influenza vírus. Tehát, hogyha itt lesz influenza járvány, akkor sokkal súlyosabb lesz, mint a 2 évvel ezelőtti. Azaz idén mindenképpen javasolt beadatni. Miért lassult nálunk az oltás felvétele? Mi lehet ennek a pszichológiája? Vagy azt hittük, hogy túl vagyunk rajta? Elfelejtettük. Ugye Portugáliát hozom mindig példának. Portugáliában néhány évtizeddel ezelőtt óriási gondot jelentett az országban a gyermekbénulás. És ott még az emberek emlékeznek. Hát emlékeznek arra, hogy milyen harcot kellett folytatni azért, hogy megvédjék magukat és a gyerekeiket a gyermekbénulástól. Magyarországon ezt elfelejtettük. Ugye tudjuk, hogy vannak gyerekkori fertőző oltások, kötelező oltások, ezt beadatjuk, és aztán egy kicsikét az emberek úgy gondolják, hogy ezzel letudták az oltásokat. Úgyhogy ráadásul nagyon átpolitizálódott. Tehát nagyon sokan politikai kérdést csinálnak az oltásokból, pedig nem kellene. Hát nyilván miután a kormány ajánlja, könnyű átpolitizálni, de sokkal inkább a szakértőkre kéne hallgatni. A szakértőket is megpróbálják átpolitizálni. Így nagyon nehéz. Ön távol álljon tőlem, hogy a politikai csőbe behúzzam önt, hisz ez nem jár önnek, de miután a kormány döntött és a polgármestereknek adta meg a lehetőséget, hogy eldöntsék, hogy mi lesz a kollégáikkal,
legnagyobb meglepetésemre, ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy mars mindenki beoltatni magát, ilyen nagyon liberális módon leülnek beszélgetni velük, a szakszervezetet bevonják. Hát mikor lesz ebből oltás? Ugye különböző intézkedéseket lehetett volna hozni, és én hallottam, hogy megpróbálnak majd olyan intézkedéseket hozni, hogy az embereket ugye rávegyék az oltásra, elsősorban a védettségi kártya széleskörű használatával. Nem biztos, hogy jó ötlet volt ezt a fajta kötelező védőoltást bevezetni, ami nem kötelező, csak kötelező lehet. Tehát én sokkal erősebb intézkedéseket várnék. Tehát az teljesen természetes, hogy a tömegközlekedésben maszkot kell használni, de az, hogy bizonyos szolgáltatásokat például a védettségi kártyához kötnének, ez nem lenne egy rossz döntés. Ugye elképzelhető, hogy ez lesz a következő. Tegnap este az egyik kereskedelmi televízió, mondjuk meg a nevét, az ATV vendége volt, László Imre polgármester, aki hivatása eredetileg orvos. És nagyon érdekes, mert ő ma le fog ülni a dolgozókkal, és megmagyarázza neki, hogy olyan alkalmazottak, illetve munkatársai nekik, akiknek emberi kapcsolatai vannak, tehát emberekkel közlekednek, azok egyszerűen, tehát ő nem küldi el őket, valami más megoldást talál nekik, akik nem oltatják be magukat. Ez segíteni fog, mert ugyanakkor ők hazamehetnek, megfertőzhetik a családjukat. Hát igen, erre nehéz mit mondani. Tehát amíg az egészségügyi dolgozók szinte 100%-ban beoltatják magukat, addig nehéz megérteni más emberek hozzáállását, akik félnek az oltásoktól. Több mint 6 millió ember lesz nem sokára beoltva. Tehát igazság szerint az oltás elleneseknek az érveit az egészségügyi dolgozók nem fogják tudni megérteni, én sem tudom megérteni. Ugye próbálom megérteni, és próbáltam néha utána nézni ezeknek, de ezek teljes téveszmék. Tehát az a baj, hogy az oltás ellenesek 50%-át nem lehet meggyőzni. Ők olyan portálokat olvasnak, olyan cikkeket osztanak meg egymás között, amik teljes képtelenségeket tartalmaznak, de ők ezt elhiszik. Most ővelük le lehet ülni, de teljesen felesleges, mert ez nem fog menni. Milyen változáson mennek keresztül, amikor egy mentőautó viszi oda a lánykori nevén hívott délpesti centrumba, a László kórházba? Képzelje, hogyha egy megrögzött oltás ellenes van, akkor ő nem bánja meg még az intenzív ágyon sem, hogy nem oltatta be magát. Persze van, aki igen, ugye hallunk történeteket, hogy üzen a halálos ágyáról, hogy bár beoltattam volna magamat, de van, aki még ott sem vallja be, hogy mennyivel jobb lett volna. Mennyivel nehezebb őket megmenteni és visszahozni? Igazából ebben nincsen különbség. Az a baj, hogy aki oltott és kórházba kerül, netán borzalmas, ha ritkán intenzív osztályra kerül, ő azért az esetek 99%-án nem fog meghalni. Az oltatlannal nagyon nehéz. Tehát ezt láttuk a korábbi hullámokban, amikor nem volt oltás, hogy rettenetesen nehéz. Tehát hiába teszünk meg mi bármit, próbálunk a legújabb, legkorszerűbb gyógyszereket alkalmazni, erre a betegségre valóban hatékony gyógyszer nincsen, és ezt kell tudomásul venni. Tehát az, hogyha valaki kórházba kerül koronavírus fertőzéssel, ez nem azt jelenti, hogy célegyenesben van, hanem azt jelenti, hogy megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy életben maradjon, mert látjuk, hogy ez nem mindig sikerül. Nagyon szeretnék mondjuk agysebésznek lenni, illetve bemenni az ön fejébe, és látni, amikor kollégáival együtt küzd valakinek az életéért, de tudja azt, hogy ez nem történhetett volna meg, hogy ilyen állapotba kerüljön, ha be lett volna oltva. Ilyenkor mit érez? Hát ilyenkor dühöl. Azért, mert nem szabad csak Magyarországon gondolkodni. Ez egy öngyilkosság szerintem. Nem csak hazánkban gondolkodni. Ki kell nézni a világba. Én egy világlátó ember vagyok, és dühít, hogy itt van Kelet-Európa, ezek az országok, és hogy mennyire különbözünk egészségtudatosságban a nyugati országoktól, vagy akár távol-keleti országokból. Van olyan távol-keleti országok, ahol a lakosság 100%-a be van oltva. Nyilván a vallásnak is ebben nagy szerepe van. De miért, hogy ez a régió, Oroszország, Bulgária, Románia és sajnos Magyarország, miért vagyunk mi ennyire kevéssé egészségtudatosak? Tudom, Magyarország vezető ugye a tüdőrákban, a dohányzásban, az elhízásban, a magas vérnyomásban, az öngyilkosságban. Tudom, hogy egy ilyen ország vagyunk, de igazából lehetnénk másmilyenek is. Doktor úr, egy kollégája azt mondta, odáig ment el, aki nem csak orvos, hanem egészségügyi politikus is, hogy azok, akik nem oltatják be magukat tulajdonképpen, azok egy ilyen Kalacsnyikov-szerűséget tartanak a kezükbe, és gyilkosságokat követnek el, hisz amikor megfertőznek valakit,
egy másik, akár a családjukat is, akkor a halálba küldik őket. Hát bizony, ráadásul ne felejtsük, hogy a delta mutáns az olyan szempontból is veszélyesebb, hogy nagyon gyakran tünetmentes. Például egy gyerekeknél lehet, hogy minden második gyerek tünetmentesen hordozza. És akkor ők meg tudnak másokat fertőzni. Vagy például a betegség tünetei előtt a delta már egy-két nappal fertőz. Tehát képzeljünk el egy felnőtt embert, aki tele van vírussal, már a beszédjével fertőz, és nincs semmi baja. Tehát igazából ilyen szempontból nem tehet róla, abból a szempontból persze tehet, hogyha be lenne oltva, akkor kisebb valószínűséggel fertőz. De ne felejtsük el, aki be van oltva, ő is fertőzhet, ha elkapja a vírust. És az oltottak is elkaphatják, csak ugye statisztika, számokról beszélünk. Jóval kisebb valószínűséggel lesz beteg, és hogyha ezt egészet összerakjuk, akkor a végén kijön az, hogyha az emberek nagy része be lenne oltva, akkor az egész betegség megszelidülne. Nem kéne meghalni koronavírus. Na jó, de hát a mai influenza járvány szinte ugyanazokat a szimptomákat produkálja, mint a koronavírus. Igen, csak az influenza járvány az ugye jellemzően január-februárban szokott jönni. Úgyhogy rémisztve látom azt, hogy a jelenlegi koronavírus járványnak a csúcsa esetleg november-december lesz, és amire a koronavírus járványal megküzdünk, akkor kezdődik az influenza. És mind a két betegséget védőoltásokkal nagy valószínűséggel meg lehetne előzni. Van-e még erejek az egészségügyieknek? Van-e még erőtartalék? Hát a végén járunk. Ugye semmi olyan nem történt az elmúlt időszakban, ami akár humán erőforrásban, akár ugye más egészségügyi beavatkozásban javított volna a helyzetem. Úgyhogy egy nagyon komoly hullám nagyon komolyan igénybe fogja venni az egészségügyi dolgozókat, és ezért félve nézem a számokat, amik napról napra szinte duplázódnak, hiszen mi ugyanannyian vagyunk. A kormány megpróbálja dajkálni az egészségügyi dolgozókat. Vajon jut-e pénz arra, hogy használható ágyakba tegyék a betegeket? Hely van, tehát ezt mindannyian tudjuk, hogy az ágyak minőségéről beszéltem, hogy ágyak vannak, jó ágyak vannak, intenzív ágyak vannak, lélegeztető gépek vannak. Itt a humán erőforrásra kell nagyon vigyázni. Ön szerint hazajönnek a külföldön nagyon nehezen dolgozó orvosaink? Sokan hazajöttek, de úgy gondolom, hogy azért tömegesen nem fognak hazajönni. Tehát itt azért nem csak a pénzről van szó. Tehát egy egészségügyi rendszerben a bérkérdés rendkívül fontos dolog. És nagyon, nagyon jó dolog, hogy az orvosok bérét rendezték, de ugye ott vannak a szakdolgozók is, és ők nagyon el vannak keseredve, hogy az ő bérüket nem rendezték. Ráadásul össze nem hasonlítható egy fejlett nyugati országnak az egészségügyi infrastruktúrája a magyarra, úgyhogy van még bőven mit tennünk ahhoz, hogy tömegesen hazajöjjenek. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában dr. Szlávik János infektológus volt a vendégünk. Megpróbálta megnyugtatni őket, önöket, de a nyugtatás csak arra szólt, és azoknak, akik elmentek már, vagy most gyorsan elmennek és beoltatják magukat, mielőbb várjuk vissza. Most előzetesek, és már is jövünk vissza, tartsanak velünk! We'll be right back.